A megyebeli futballcsapatok közül néhány már elkezdte a felkészülést, de a többség még a pihenőjét tölti. A szövetség megyei igazgatóságán viszont ilyenkor a legtöbb a tennivaló, a nevezési határidő a végéhez közeledik, lassan összeáll, hogy a megyei első osztályban, a másodosztály 3 csoportjában és a harmadosztály 5 csoportjában mely csapatok alkotják majd a mezőnyt. Július 7-e péntek délig várjuk a nevezési dokumentációkat, amelyet vagy személyesen kell behozni a megyei igazgatóságra, vagy postai úton, hiszen ez több dokumentumból áll, illetve mindenket alá kell írni, le kell pecsételni. Lassan csorognak be a nevezések, de igazából az elmúlt években is úgy volt, az utolsó hét az, amikor igazából a csapatok eszmélnek, és akkor szokott az lenni, hogy elég sokan érkeznek és adják le a nevezésüket. Várunk az elmúlt évekhez hasonlóan ilyen 120-130 csapat körüli létszámot. Én úgy gondolom, hogy komolyabb elmozdulás ebben a számban nem lesz, természetesen a bajnokságaink felépítésében sem, tehát egy 16 fős megye első osztály lesz, 3x16 fős megye másodosztály, amelyet területi alapon osztunk be, ezt majd ugye egyértelműen csak a nevezések után fogjuk tudni megtenni, és hát 5x12-13 fős megyei harmadosztályra gondolkodunk, ez természetesen a nevező csapatoktól függ, itt változhat esetleg a csoportok létszáma attól függően, hogy kevesebb vagy több csapat fog nevezni. A szurkolók számára a legtöbb érdekességet, a sportvezetők számára pedig a legtöbb munkát minden nyáron az átigazolási időszak tartogatja. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében mindig nagyon mozgalmas a nyári átigazolási időszak, ilyenkor azért rengeteg csapatnál kicserélődik szinte az egész, vagy legalábbis a fél játékos keret. Július 1-jével indult, szombati nappal, tehát akkor már az IFA, az Integrált Futball Alkalmazás nevű programban már tudják feltölteni a csapatvezetők az átigazolási kérelmeket. A legfontosabb változás az, hogy amit idén januárban bevezetett az MLS, tehát az Integrált Futball Alkalmazás nevű programba kell az átigazolásokat is elkezdeni a csapatok elektronikus ügyintézőjének, tehát nem hozzánk kell berohangálni a papírokkal, hanem mindent oda fel kell tölteni, és akkor utána majd az ügyintézőink tudják ugye szintén az interneten keresztül megoldani ezt az átigazolást, és majd csak a versenyengedélyért kell érkezni. Egyébként különösebben nagy változás nincsen. Július hónapban ugye szabadon igazolható a játékos, ez azt jelenti, hogy nem kell az átadóklub beleegyezése, elég a labdarúgónak lenyilatkozni azt, hogy nem kíván tovább itt futballozni ebben az egyesületben, és ezt a nyilatkozatot elküldeni az egyesületnek, illetve feltölteni ebbe az IFA rendszerbe. Augusztusban viszont már csak úgy tud átigazolni a játékos, hogyha az átadóklub is aláírja az átigazolási papírt. Ami nagyon fontos még, hogy nyáron akár júliusban, akár augusztusban a működési költségtérítés fennáll, tehát 19 éven aluli labdarúgót csak és kizárólag úgy tudnak igazolni, hogyha a működési költségtérítés minimum összegét kifizeti az egyik klub a másiknak. Az átigazolási időszak augusztus 31-ig tart, szeptemberben már csak az válthat csapatot, aki lakóhelyet is vált. A megyei futballszezon augusztus 5-én a Magyar Kupa selejtezőivel rajtol, a bajnokság pedig az augusztus 12-13-ai hétvégén kezdődik.